25 év alatt nagyon-nagyon sokat változott a szakma, ha megnézem, hogy hogyan dolgoztunk 92-ben is ma, bizony jelentős változás van, és igazán ez a jelentős változás az a számítógépnek és ennek a digitális világnak a betörése a fogtechnikába, azaz most már mondhatom, hogy a fogászatba. Hát ez egy fontos mérföldkő, ez a 25 év. Mindenféleképpen az ember ilyenkor egy mérleget von, hogy mi az, amit jót csinált, és mi az, ami, ami esetleg nem úgy sikerült, hogy szerette volna. Mi annak ide, amikor indultunk, kettős célral kezdtük el ezt a tevékenységet, mint a fogorvosi szolgáltatást biztosítsuk, és a fogorosi megrendelőket ki tudjuk szolgálni, illetve a fogtechnikának is próbáljunk minél többet adni. Ezért is volt a nevünkben már akkor, hogy továbbképző laboratórium. Szerettük volna fogtechnikusokat továbbképezni, és mind a mellett, hogy a fogorvosokat természetesen kiszolgáljuk és a megrendeléseket ellátjuk. Erre törekszünk 25 éve, folyamatosan újítva, fejlesztve, mint a gépparkunkat, mint a technológiánkat, mint az embereknek a, a szakképesítését különböző külföldi ö, továbbképzéseken, tanfolyamokon próbáljuk elsajátítani ezeket a fogásokat, és ezeket szeretnénk Magyarországon átadni fogorvosainknak, illetve a fogtechnikus kollégáknak is. Fogorvosainknak biztosítani tudunk egy teljes palettát. A fogtechnikában jelenleg készíthető fogpótlásoknak az elkészítésére mind képesek vagyunk, a legegyszerűbbtől a legkombináltabb munkákig, a jelenleg nagyon fejlődő digitális technikáig. Elsőként fejlesztünk ezen a területen, és úgy érzem, hogy mindenféleképpen piacvezetőként vagyunk itt a magyar piacon, mint a digitális szkenner tekintetében, mint pedig a, 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 a munkák elkészítésének a terén. A laboratóriumunk több mint négy éve jelen van a Semmelweis Egyetemen is, működtetjük az ottani fogtechnikai laboratóriumot, és egy nagyon jó kapcsolat alakult ki az ottani képzéssel és az ottani fogorvosokkal, így közösen tudjuk fejleszteni ezt az egész digitális technikát, és az ottani fogorvosok, akik tanítják a, a, leendő fogorvosokat, a hallgatókat, azok mindenféleképpen első kézből tudnak informálódni a fogtechnikai, illetve a fogorvosi digitális technikáról, ennek előnyeiről. 25 év alatt nagyon-nagyon sokat változott a szakma. Ha megnézem, hogy hogyan dolgoztunk 92-ben is ma, bizony jelentős változás van és igazán ez a jelentős változás, ez a számítógépnek és ennek a digitális világnak a betörése a fogtechnikába azaz most már mondhatom, hogy a fogászatba. Én magam se hittem volna ezt évekkel ezelőtt, hogy ez ilyen szinten be tud törni a, a fogászatba ez a számítástechnika, de be kell látni, hogy, 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 hogy betört, itt van, jelen van, és most már azt is tudjuk, hogy használva van a, a fogászatnak ez a, ez a, digitális jelen, és az egész jövő. Bizony ezt 92-ben nem hiszem, hogy sokan lemerték volna fogadni, hogy ez, ez 2016-ban vagy 2017-ben ez így fog működni.